Jó estét kívánunk a nézőinknek! November 24-e van, este 7 óra, 2 perc, és picit későn sikerült kitalálnunk, hogy jelentkezünk ma ismét egy élő adással, de itt vagyunk. Üdvözlöm a vonal másik oldalán kedvesti beszélgető társamat, Boros László. Szia! Szerbusz, Eszter, és én is szeretettel üdvözlök mindenkit a hallgatóság közül is, illetve akik később tekintik meg ezt a felvételt. Mielőtt elkezdjük, várjunk néhány nézőt, illetve visszajelzést, hogy lehet-e minket látni, hallani. Igen, arra vonatkozóan kéne visszajelzés, hogy van-e hang, van-e kép, és hogy minden rendben van. Igen. Jó, rajongók már itt vannak, úgy látom, és talán egyébként lehet is bennünket látni és hallani. Most egy folytatva a múlt héten elkezdett egészséges táplálkozás, ugye a paleo-ketogén életmódról beszéltünk. Mai témánk az ugye napokban megjelent cikken alapul. Tulajdonképpen, hogy mit kell tudnia napjaink paleolit táplálkozás tudományának a deutériumról. Igen. Nagyon érdekes cikk jelent meg az Index oldalán, az Index lapjain. Egy online cikkről van szó, aminek a csatját kihelyeztük, kitettük az értesítésbe is, a program értesítésbe is, ennek a beszélgetésnek a tartalmával kapcsolatban, illetve én a Facebook oldalamon is megosztottam, tehát hogy rá lehessen kattintani magára erre a cikkre, közvetlenül el lehessen olvasni, és ami érdekes, hogy ehhez volt korábban két másik fölvezető anyag, amit a Facebookon megosztottam, az is hasonló témáról, tehát őseink, az ősemberek táplálkozásáról szólt, és most ezt fogjuk egy idő szakos áttekintésben úgy megtenni, hogy a korábbi munkákat is, amik megjelentek a témában, illetve a mostani indexiket is megvizsgáljuk, pont azért, hogy értsük, hogy hogyan működnek ezek a diéták. Aminek nem én vagyok a legnagyobb szakértője a diéta résznek, meg kell mondjam őszintén, ugye a paleomedicína, a Tóth Csaba doktorék, Báci kollégánk, Lakatos Péterék, és azok a kollégák, akikkel, Somlyai Gábor, akikkel együtt dolgozunk a ketózis területén, és a deutérium csökkentés területén, ugye ők is nagyon jól ismerik nyilván a diétás fogásokat, főleg a terápiás jellegű diétás fogásokat, és kiváló ez a mostani indexik, mert ezt hozzá lehet illeszteni, rendelni ahhoz a munkához, ahhoz a kutató munkához, amit végzünk. És ennek egy rövid összefoglalóját szeretném, hogyha ezt röviden bemutatná ezt a cikket, és akkor utána én egy kis biokémiai háttéranyaggal szolgálnék, hogy hogyan is működnek ezek a diéták tulajdonképpen. Szerintem vannak új hallgatóink, és első körben egy fél mondat erejét, hogyha tisztáznánk, hogy mi is az a deutérium. Átadom neked a szót. Nekem. Hidrogén, ugye nehéz izot, vagy az egyik tulajdonképpen nehéz izotópja a deutérium. Méghozzá azért, mert van benne egy extra neutron, és ezáltal ugye dupla súlya és dupla mérettel is rendelkezik, összehasonlítva a hidrogénhez, vagy a hidrogénhez hasonlítva. Valójában, ha jól emlékszem, Harold C. Urey fedezte fel ezt a deutérium izotópot 1931-ben, és 34-ben ő kémiai Nobel-díjat is kapott ezért a felfedezéséért.
És a korábbi adásokban említettük már, hogy a szervezetünkben mitokondriumok vannak, illetve ezekben pedig nanomotorok találhatók, melyben, hogyha túl sok deutériumot, vagy túl sok ilyen nehéz hidrogént viszünk be, akkor ez bizony hatalmas pusztításra képes, mondjuk mint egy elefánt a porcelánboltban. Igen. Nagyjából ennyit érdemes tudni a deutériumról ilyen konyhanyelven. Igen. Én ezt csak annyit tennék hozzá, hogy ez a hidrogénnek egy stabilizotópia, azaz ez nem sugárzó izotóp, ez csak nehezebb, stabil. A hidrogén mellett kétszer annyi a súlya, kétszer akkora a mérete tulajdonképpen, tehát ez a biológiai rendszerekkel nem kompatibilis, legalábbis az energiatermelő forgó mechanikailag ugye, fontos munkát végző fehérjék szerkezetével a deutérium tulajdonképpen nem kompatibilis. És azért érdekes ez a mostani index szik, tehát ennek a diétás vonatkozása, mert ebbe kevés a deutérium a leírások alapján, ahogy ezt fel tudjuk térképezni, és ezt fogjuk megbeszélni ma korábbi anyagokkal összefüggésben, hogy miért ugye van egy olyan jelentős betegségkülönbség két embercsoport között, az egyik, aki megmarad a sivatagi életforma mellett, egy sajátos életforma ez, amit a cikk részletesen közöl, és ugye a városba költözött tulajdonképpen lakótársaik súlyos krónikus betegség listát mutatnak nagyon röviddel azután, hogy tulajdonképpen elkezdik a városi zsírban szegény, deutériummal terhelt szénhidrát gazdag táplálkozást, és ugye van egy időszefüggés, hogy minél tovább maradnak távol a zsírban gazdag állati húsokat és állati belsőségeket fogyasztó mondjuk táplálkozási formától, annál betegebbek. Tehát ezek nagyon meglepő eredmények, és egy nagyon jó, kiváló összefüggés rendszerben tárja föl az Index újságírója, Molnár Dávid, ugye? Úgy hívják, Molnár Dávid. Köszönjük szépen ezt a cikket, egyébként kiváló. Egyébként Dávid írt múlt héten, vagy talán egy héttel korábban a deutérium összefüggésről is egy cikket, amit sajnos kivett a főszerkesztő, ott ugye rám hivatkozva, hát valószínűleg hozzá nem értő emberek szóltak be, vagy írhattak be, ami miatt a főszerkesztő ugye megváltoztatta a véleményét sajnálatos módon, tőlem függetlenül, tehát én nem vagyok benne ezekben a folyamatokban, de hát sajnos figyelemmel kell lenni olyan mondjuk megközelítések, megközelítőkkel a témával kapcsolatban, akik nyilván sem a biokémiát nem értik, sem pedig a kinetikus izotóp hatásokat biokémián belül, de hát ez nyilván nem a mi feladatunk ezeknek a megbeszélése, vagy bírálása itt az előadásunkban, vagy a beszélgetésünkben. Na, tehát az indexik, ha tetszettek olvasni, a mostani indexik az arról szólt, hogy nem tudom, Eszter, itt szeretnél egy kis bemutatót a cikkkel kapcsolatban? Meg van nyitva előttem egyébként, gondoltam, hogy szemezgethetünk belőle, már ugye a cikknek a címe is úgy tudom, hogy nagyot ütött, tehát a legolvasottabb lett most az elmúlt időszakban az indexen, hogy őseink táplálkozása lenne az egészség titka. Ugye erre többször utaltunk már akár az egyesületi programunkon is, hogy valójában az írásokban érdemes keresni, talán, hogy mivel javíthatunk az egészségünkön, és ez a cikk valójában csak így nekem alá támasztja ezt a feltevésünket. Folytassam, vagy nézzük? Igen, igen, nem, mondjad, hogy te mit hámoztál ki belőle, és akkor én bekapcsolódom a szükséges pillanatokban. A lényeg az, hogy most innen a hűvös Budapestről gyorsan, vagy Magyarországról, illetve Európából ugorjunk át egy picit Kenyába. Méghozzá, hogyha jól látom, Turkanában vizsgálunk egy népcsoportot, ahol valójában ott az étkezési szokások, ahogy te is felvezetted, az egyik oldalról egy igen zsírdús, szénhidrátban szegényebb
táplálkozást mutat, míg a városba költözöttek, hogy ott már valójában a kényelmi funkciók ott vannak, tehát nem kell főzni, elérhető bármilyen gyors étkezde, gyors étterem hasonlók, és hogy mennyire megváltozott a táplálkozási szokásuk, és ezáltal ugye az egészségükben is differencia mutatkozott. Igen, de annyit kell egy picit felvezetőképpen még ezt hozzátenni, hogyha nem tudom, tetszenek emlékezni, a 80-as évek közepén volt egy sivatagi asszállyal kapcsolatos Etióp, Észak-Kenya és Szumátra területén mondjuk egy ilyen asszályosabb időszak, sivatagi nyilván éghajlatról van itt szó, asszályosabb időszak, és ott megpróbálták megmentegetni az embereket, de az öreg beduin, vagy nem tudom én kicsi, a tévében erre emlékszem, ő állt egy falat, ahol tényleg sütött a nap, és akkor próbálták felrakni valami terautóra, hogy majd elviszik valahol a máshova. De mondta, hogy hát ő itt nőtt föl, ő itt élte le az életét, ő itt is fog meghalni. Tehát tulajdonképpen nem feltétlen a sivatagi őslakosokat, nem biztos, hogy mondjuk egy nyugati vagy egy nyugati személyeltő, mondjuk magát kultúráltabbnak tekintő valaki mondjuk bármibe tudná segíteni, ezeknek az embereknek sokkal több tapasztalatuk van, és sokkal több eszük, főleg azzal kapcsolatban, mit esznek, mint a nyugatról érkező úgymond segély szervezet, vagy segélycsapat. És az érdekessége a magának a történetnek, hogy sok alajat találtak, ezt leír az indexik is, ezen a területen is elkezdett iparosodni, városodni. Tehát az a lakosság, aki valamikor ugye a sivatagban állattenyésztéssel, nagyon kezdetleges növény termesztéssel foglalkozott, ezek egy része a városba költözött, és elkezdte enni ezt a mondjuk nyugati szemetet, ami tele van ugye deutériummal, ezek ilyen cukros, tehát zsírszegény élelmek, és hát ugye megjelentek azok a népbetegségek, amikről hát ugye tudjuk, rák, cukorbetegség, elhízás, autoimmun betegségek, ami a városi életmód, vagy a nyugati, úgymond a kultúrát, vagy a magát mondjuk értelmesebbnek tartó nyugati fele a világnak ezt eszi, ettől beteg egyébként. Na minden esetre maga a közlemény, amire hivatkozik az indexik, ez a Science Advances, tehát a Science magazinnak a nyitott formájú közleménye, egy nyitott formájú közleménye, egy magas impact faktor, úgy nyitott újság ez, ami azt jelenti, hogy egy nagyon rangos közleménnyel vagy eredeti adatokkal állunk szemben. És magának a cikknek az még az érdekesség, hogy megemlíti a cikk, hogy tulajdonképpen ezek nem a sivatagban élő ős lakosok nem fogyasztanak vizet. Hetente egyszer vagy kétszer járnak az asszonyok kútra vízért, egy kanna vagy egy ivóedényi vizet tudnak magukkal hozni, és ezt isszák a saját lakókörnyezetükben egy hétig vagy jó néhány napig. Ami azt jelenti, hogy ők nagyon kevés vizet fogyasztanak, annak ellenére, hogy rekkenő hőségben élnek, és ez nyilván csak akkor lehetséges, hogyha ők a saját vízüket megtermelik anyagcsere víz formájában, tehát zsíros táplálékokat fogyasztanak, állati eredetű belsőségeket, zsíros táplálékot fogyasztanak, aminek most a deutén tartalmát fogjuk megbeszélni, tehát hogy miért mentesek betegségektől, és miért terápiásak ezek a mondjuk őseinkre jellemző táplálkozás, illetve mi a különbség a között a zsír között, amit az ősemberek ettek, és a között a zsír között, amit ma ennének azok, vagy ma esznek azok, akik ezt az úgynevezett természetes ketogén diétát, vagy bizonyos ugye terminológia terminus technikusok formájában, ugye paleoketogén diétának hívják, vagy paleolit diétának hívják. Paleo vagy ketogén diéta az inkább egy terápiás megközelítése a diétás javallatoknak, de a lényeg az, hogy itt nagyon fontos összefüggések látszanak kirajzolódni. Miért is? Tulajdonképpen a sivatagi állatok és a sivatagokhoz adaptálódott, vagy a sivatagokhoz alkalmazkodott népcsoportok képesek arra, hogy ne csak folyadékként bevitt vizet, hanem
ugye saját maga anyagcsere vízből megtermelt vízháztartással egészítsék ki a napi szükségleteiket. Most ahhoz, hogy valaki megfelelő mennyiségű vizet tudjon termelni napközben, például én magam is ezt igyekszem leginkább alkalmazni, én ma reggel egy teát ittam, deutérium csökkentett vízzel készült teát ittam, én azóta ma egész nap nem ittam, ez kb. 2 deciliter víz volt, nem vagyok szomjas egyébként, de a lényeg az, hogy úgy néz ki, hogy a sivatagban, sivatagokhoz alkalmazkodott, adaptálódott egyrészt állatok is, másrészt pedig az emberek is képesek arra, hogy a vízháztartásokat jelentősen átalakítsák, és egy belső anyagcsere víztermeléssel kiegészítsék a vízszükségletüket. Na most mi kell ehhez? Ez tulajdonképpen az szükséges, hogy zsírt tegyenek. Azaz olyan húsokat, olyan állatokat fogyasszanak, vagy olyan növényeket, vagy növényi magvakat fogyasszanak, amelyekben viszonylag magas a zsír tartalom. És ennek két előnye van. Az egyik előny az, hogy a zsírból jelentős mennyiségű vizet, tehát 1 kg zsírból 1,1 kg anyagcsere víz termelődik. Ezt tudjuk ugye a mitokondriális funkciók kapcsán. Míg szénhidrátból vagy fehérje fogyasztásból csak olyan fél liter, vagy 0,5 kg, vagy 0,55 kg, 0,55 kg víz keletkezik, ami azt jelenti, hogy ugye a szénhidrát és a fehérje alapú táplálkozás, zsírmentes táplálkozás összehasonlítva a zsíros táplálkozásra sokkal kevesebb, fele annyi anyagcsere vizet jelent. Tehát nyilvánvalóan cukorevéssel, meg vízivással a sivatagban nem lehet túlélni, ahhoz alkalmazkodni kell, mégpedig úgy, hogy a szervezetünk megtartsa, megtermelje, és meg is tartsa a vizet. Mi szükséges ehhez? Úgynevezett antidiuretikus hormon, vagy vazopresszin, hogyha úgy tetszik. Ennek a hormonnak az a tulajdonsága, hogy az oldott anyagtól mentes víz visszaszívását segíti a vese ugye járatokban, a vese elvezető rendszerében. Tehát ugye a vese az úgy néz ki, hogy ezt nem tudom, ezt el akarod egy kicsit mondani? Hallgatóknak a vese működését? Elmondhatod nyugodtan. Igen, tehát ugye vannak a glomerulusok, ezekből kiindulnak ezek a proximális disztális tubulusok, és ugye a kb. 180, napi 120-180 liter primér filtrátum, tulajdonképpen ezekben a tubulusokban visszaszívódik a keringésbe, és ennek nagy része víz, ami visszaszívódik, tehát oldatmentesen visszaszívja vagy segíti az antidiuretikus hormon vissza ugye keríteni, vagy visszaszívni, vagy visszatranszportálni, visszatovábbítani a vizet ezekből a vese csatornácskákból, és ennek eredményeképpen tulajdonképpen hígul a keringő víz, vagy a keringő vér, aminek az a lényege, hogy valójában visszatartja az antidiuretikus hormon, és a sivatagokhoz adaptálódott szervezetek visszatartják a vizet. Na most, ha megnézzük ugye a púpos tevét, és ez a púp lényege, az tulajdonképpen egy zsír réteg, vagy zsírpárna, amiből tulajdonképpen vizet éget maga a teve is, és ezek a beduin őslakosok, illetve a sivatagokhoz adaptálódott egyéb állatok alapvetően zsírt raktároznak, és ezt a zsírt égetve termelik meg maguknak a vizet. Na most ugye ez még így önmagában nem lenne annyira egyértelmű, hogy miért van jelentős betegség, incidencia vagy előfordulás azok között, akik a sivatagból beköltöznek a városokba. Mert azért, tehát önmagában azért talán a városi életmód is biztosíthat annyi zsírt, zsíradékot vagy belsőséget, ami ugye eredmény, tehát mondjuk nem eredményez ilyen drámai különbséget a sivatagból városba költözött betegségi incidenciái között, főleg minél hosszabban élnek a városokban, annál betegebbek ezek az emberek. Itt van egy másik nagyon faktor, másik nagyon fontos tényező, ez a deutérium, amit Eszter kiválóan leírt az előadás elején. Tehát ez a legeltetett sivatagban a közösségekkel együtt élő állatok, amelyek nem farm, tehát nem tenyésztett
és nem tenyésztési farm körülmények között élnek, ahol tenyésztik és táplálják ezeket az állatokat, hanem a sivatagban legelnek a saját élő helyükön, a saját környezetükben. Ennek az eredménye az, hogy ezeknek az állatoknak egészen más a deutérium tartalma, egészen más a belőlük nyert zsírnak a víz összetétele, vagy víz kémiai, fizikai tulajdonságai egészen mások. Ugye és ezt fogjuk megbeszélni. Igen, parancsolj. Ez az írásokban is, amikben van valójában, hogy a helyes táplálás az állatoknak fontos, mert ha megnézzük a legtöbb esetben, ugye a városokban kapható húsok azoknak az eredete nem ismert. Valószínű, hogy szintén ugyanúgy, mint hogy a városokban az ember ugye az ipari szemetet eszi, az ott kapott húsok is olyan állatokból származnak, amit ugye ilyen ipari szeméttel letettek. Teljesen más íze van itt a hallgatóknak, és akinek volt szerencséje egy igazi kapirgálós csirkéből levest fogyasztania, vagy sóágyon megsütni egy egész csirkét, ilyen teljesen más megmarad méretben, nem esik össze, mint egy bolti. Igen, tehát ez nagyon fontos, ez a körülmény. Tehát nem mindegy, hogy a városi mondjuk táplálék, az, ha ugyanarról az állatról van szó, marháról van szó, az honnan került a boltba. Azaz, hogyha az egy legeltetett, tehát füven élő legeltetett állat, akkor annak a húsa, zsírja, deutérium szegény. Még ha farm, tehát ha nagyipari körmények között ezt az állatot tenyésztették és hízlalták, akkor a tápláléka nem fű, vagy nem a saját természetes tápláléka, hanem elkezdik különféle kiegészítőkkel, különféle protein kiegészítőkkel, különféle úgy gondolják, hogy az állatnak úgymond jó táplálékkal felegyik, mint ezek az állatok ugyanolyan betegek, mint azok az emberek, akik megeszik ezeket. De a lényeg az, hogy deutériumban gazdag, fehérje, szója, GMO szója, és a legkülönfélébb szemetet etetik ezekkel az állatokkal, szárított medúza, hát el lehet képzelni, hogy a marha mikor enne medúzát. Most csak így próbaképpen feladom ezt a kérdést, ezen mindenki gondolkodhat. Tehát tulajdonképpen a városba költözött beduin őslakosok, tehát az észak-kenyai afrikai őslakosok tulajdonképpen elkezdték a beteg marhát, meg talán malacot nem esznek arra felé, nem tudom, mi a fő hús, de a kecskebirka, amiket ugye esznek, az meg a marha, az tulajdonképpen nem legeltetett állat, hanem valahonnan valami, a jó Isten tudja, amerikai farma, ahol szeméttel teletették ugye a marhát, az oda viszik a észak-kenyai idáig mindenki nagyon jól el volt, városba költözve, utána jönnek rohamosan a legkülönfélebb krónikus betegségek. Aminek mondom, rák, cukorbetegség, elhízás, magas vérnyomás, agyagcsereszindróma, és még azt kiegészítve Alzheimer betegség, szív- és érrendszeri betegségek, élelmeszesedés, és a lista folytatódik tovább. Én azt gondolom, hogy ez sokkal veszélyesebb egyébként most egy ilyen médiajárvány vagy járványkorszakban élünk, de szerintem sokkal a veszélyesebb egy elhízás, sokkal nagyobb problémát tud okozni az, hogyha az ember nem egészségesen táplálkozik, mint minden más. Hát igen, tehát ez egy nagyon fontos, tehát tulajdonképpen az a komorbiditás, ami a járványokat járványokká teszi, akár mostani vírus járványról van szó, az tulajdonképpen a deutériummal túlterhelt emberi szervezet. Az elhízott, magas vérnyomásos, mert ugye valójában a deutérium túlterhelés a táplálkozásban, az tulajdonképpen ezekhez a nagyon fontos és gyakori betegségcsoportokhoz vezet, amelyek a kezelése, ugye rendkívül nagy problémát, rendkívül nagy nehézséget jelent az jelenlegi orvostudomány számára, és olyan szövődményekkel jönnek betegek, amiket sajnos nagyon nehéz még intenzív kezelés, terápiás lehetőségek mellett is kórházban tartani. Pont látok egy kommentet, és nagyon
csak azt gondolom, hogy igaza van itt a kommentelőnek, vagy valójában egy kérdést tett fel, hogy ha ő nem tud ilyen állathoz jutni, akkor valójában nincs értelme a ketogén étrendnek. Itt ez egy kicsit meredek megfogalmazás, hogy nincs értelme, mert ugye a ketogén étrend nem feltétlenül csak a húsevésről, tehát a magas zsírtartalomról szól, ezt akár növényi alapon is el lehet érni, de ugye vannak erre is klinikai vizsgálatok, hogy természetes ketogén étrenden élőket, illetve ugye ezt a mű, vagy ez a tápos ketó, csak így szoktam mostanában fogalmazni, ugye mindent a boltban, minden hústerméket szupermarketbe vásárol, és hogy a betegségek lefolyása ez. Nézd, tehát én úgy gondolom, hogy azért itt át kell gondolni a dolgokat nagyon jelentősen. Tehát ugye egyrészt azt nagyon jól tudjuk, én most nem akarok ugye a ketózis terápiás vonalára átmenni, mert most nem erről van szó, hanem itt, ha egészséges emberekről van szó, úgymond most idézőjelbe téve, akik szeretnének ketózisra áttérni, akkor neki két dolgot kell alapvetően figyelembe venni, így van az eredete, a maga a ketózis, tehát a keton forrás, vagy a zsírforrás eredete, nagyon fontos. Másik pedig az, hogy tulajdonképpen a vízivással, tehát a mértéktelen vízivással, a tényleg kevés, de jó minőségű húsnak, zsírral ugye átitatott, vagy átszövődött, tehát ilyen nagyon érdekes hús zsír elrendezési viszonyok vannak a különféle legeltetett állatok formájában. Most erre, ezzel kapcsolatban ugye vannak olyan tapasztalataim, hogy például van egy olyan Kobe steak típusú Japánból érkező legeltetett marha steak, ahol az állatokat masszírozzák, a legdrágább steakek ezek egyébként, és úgy néz ki a zsírréteg, ezt láttam Los Angelesben, többször vettünk ilyen steaket, úgy néz ki a zsír a húsrostok között, mintha pókháló, szó szerint, mintha nagyon vékony, pókhálószerű zsír képletek lennének a húsrostok között, tehát a hús mindenhol átjárja az a zsír vagy zsírréteg, tehát ez masszírozzák az állatokat, megsétáltatják, tehát azért ott is beépítik a zsírt a húsba, vagy pedig ha valaki mondjuk látott vágni, vagy vágtak állatot, ahol ugye természetes körülmények között éltek az állatok, és nem takarmányozták az állatokat különféle kiegészítőkkel, akkor azt látják, hogy ezeknek a zsír eloszlása sokkal egyenletesebb, és sokkal ízletesebb maga a hús, illetve a zsír, amit ugye ezek az állatok termelnek. Tehát más, mint ahogy te is említetted, más az íze ezeknek a húsoknak. Na most egy picit menjünk vissza időben, tehát akkor, amikor ugye jelenleg erről az etióp, vagy erről a kenyai, észak-kenyai helyzetről beszélünk, akkor egy picit érdemes megnézni, hogy antropológiai értelemben hogyan lettünk mi tulajdonképpen zsírevők, húsevők. Ez tulajdonképpen oda vezethető vissza. Jó néhány hónappal ezelőtt, vagy talán egy évvel ezelőtt is megosztottam, és lehet, akkor megosztottam azt a cikket, amikor antropológusok rájöttek arra, hogy tulajdonképpen az emberi válás antropológiai értelemben 4 millió évvel ezelőtt, 4,2 millió évvel ezelőtt tulajdonképpen azzal kezdődött, hogy az előember, vagy az a valaki, akit annak neveznek, eszközzel meg tudta nyitni a nagy növényevő állatoknak a csöves csontjait és a koponyáját, ahonnan nagy mennyiségű zsírhoz, velőhöz jutottak, és ezt ette az emberi faj, tulajdonképpen a legkülönfélébb föld, mondjuk kori hideg és meleg ugye időszakokat tekintve, ezek az ősemberek ezeket a zsíros, velőszerű csontmaradványokból beszerezhető porcos ízületek megbontásával, porcos szalagos étrenddel, illetve azoknak a főzeteivel kezdték tulajdonképpen az emberi válást.
ami azt jelenti, hogy a, mondjuk a zsírtáplálékhoz való adaptálódást, és tudjuk azt, hogy ez az alacsony deutén tartalmú zsír, csontvelő volt az, ami, ami tulajdonképpen segített abban, hogy ezeknek a hosszú távon zsírevéshez adaptálódott, vagy alkalmazkodott populációk egyrészt szélesedjenek, azaz a biztos táplálékforrás miatt ugye ezek egyre inkább benépesítették a saját élőterületüket, vagy élőközösségüket, az állatokkal együtt kialakítottak egy fajta életmódot, ami ugye rejtőzködő lehetett abból a szempontból, hogy barlangokban is laktak, illetve ott elkezdtek készíteni olyan táplálékokat maguknak, csontból, csontmaradványokból, csontfőzetekből, amelyeknek szintén magas volt a zsírtartalma, és alacsony volt a deutén tartalma. Most ugye miért alacsony a zsírok deutén tartalma, ezt nagyon jól tudjuk, hogy a mitokondriumokban, a mitokondriás anyagcsere során, amikor zsírt szintetizálunk, akkor ez anyagcsere vízzel készül a zsír, tulajdonképpen, tehát addig, amíg az állat legel, addig, amíg ugye mi ezeket a természetes zsírokat esszük, akkor a mi anyagcserevízünk is mitokondriális szűrő funkciók miatt, meg más egyéb biokémia reakciók miatt, aminek a részleteiben nem szeretnék belemenni, vagy nem akarok most külön belemenni, a lényeg az, hogy tulajdonképpen ezek az alkalmazkodási faktorok nagyon fontosak voltak, tényezők nagyon fontosak voltak abban, hogy mi egy alacsony deutérium szint mellett a memóriát, kisizületeket használva, a kézizületeket használva, egyre kifinomultabb technikákkal hozzájussunk ahhoz a zsírhoz, és ahhoz a porcos, rostos ugye, állati maradványokhoz, belsőségekhez, ugye, amelyeknek alacsony a deutérium tartalma. Na most ugye miután ugye elkezdtek vadászni is ezek az ősemberek, ami azért millió évekkel később kezdődött, onnantól kezdve nem csak zsírokat, nem csak csontvelőt, nem csak velőt, hanem húsokat is fogyasztottak, illetve azoknak a főzeteit, és tudjuk azt, hogyha ezek legeltetett állatok, főleg akkor, hogyha ezek jól legelőkhez jutnak ezek az állatok, akkor ezeknek a zsírtartalma is, deuténmentes zsírtartalma, deutén csökkentett zsírtartalma is meglehetősen magas. De most ugye a kérdés fönnmarad, hogy lehet ilyen drámai különbség a két populáció között, tehát akik a sivatagban maradnak, tehát választják a nomád vagy az állattenyésztéssel összefüggő életformát, és ugye velük szemben ott van az a saját nemzetük vagy nemzetségük, tehát akiket ők nemzettek tulajdonképpen, akik városba költöznek, és borzasztó rossz életminőségbe kerülnek azzal, hogy elkezdik enni a nyugati világ maga az agráripar szemétjét. Ez a deutén tartalom miatt van, és ez oda vezethető vissza, mint ahogy te is, amit mondtál az előbb, hogy azok az állatok, vagy azok a termékek, amelyeket zsírszegényé tesznek, amelyeket különféle ipari tevékenységek formáján, vagy ezeken a módszereken keresztül zsírszegényi és deutériummal telítetté teszik, ezek magukkal hozzák ezeket a népbetegségeket, amelyeket mi anyagcserebetegségeknek nevezünk. Nézzük meg a cukorbetegséget legelőször, mert szerintem az az egyik legszembetűnőbb különbség, a cukorbetegség és a szívérendszerű betegségek. Nem igaz az, hogy a zsír vagy a koleszterol rongálja az ereket. Tehát ezt már az amerikai szívtársaság is tulajdonképpen revideált, tehát jelentősen megváltoztatta a saját véleményét ezzel kapcsolatban. Tehát tudják azt, hogy a zsírnak igenis vannak nagyon fontos egészségügyi összetevői, egészségügyi mutatói, ami azt jelenti, hogy a zsír, főleg ha jó minőségű, természetes zsírt fogyaszt valaki, akkor annak nincs semmilyen mondjuk élelmeszesedéssel, vagy anyagcserebetegségekkel összefüggő okokozati, mondjuk így tényezőként nem használható fel maga a zsírlevés az anyagcserebetegségek kapcsán. Az a zsír, amit viszont cukorból szintetizál, az a szervezet, amelyik nem tudja a cukrot elégetni zsírhiányában, és ez a magas deutén tartalmú cukor eredetű zsír bejut a mitokondriumokba, azokat tönkreteszi, onnantól kezdve nem tud a mitokondrium
terminális oxidáció formájában megszabadulni a sem a zsírtól, sem a cukortól a szervezeten belül, azaz föltorlódni, tehát kialakul egy anyagcsere torlódási betegség sorozat, ezt hívjuk mi ugye cukorbetegségnek, vagy az azzal összefüggő szisztémás betegségek, mint a magasvérnyomás, vagy az anyagcsere szindróma, ha úgy tetszik. Ez az anyagcsere torlódás az elégtelen mitokondriális működés miatt elindít egy piroszörösebből tejsav lesz, a tejsav ugye acidózist tud okozni, közben nem égnek el a zsírok, tehát felszabadnak a ketontestek, tehát ez az egyes típusú cukorbetegségre jellemző úgynevezett ugye ketoacidózis, ez egy nagyon súlyos állapot, és hát nyilván ez orvosi beavatkozást igényel, abban az esetben, hogyha nagyon magas vércukorszinteket mérnek, magas tejsav és ketontest szintek mellett, tehát valójában ilyenkor az inzulin érzékenységet is már be kell forgatni olyan módon, hogy átűnjön a perifériál a cukor, tehát itt folyadékháztartási nehézségek, problémákra, mert a cukor elviszi a szervezetből a vizet, ugye ezért van az egyes típusú cukor betegség esetén ugye ezért hívják diabetes mellitusnak, tehát édes cukorvizelésnek a klasszikus értelme vagy cukorbetegséget, mert ugye valamikor a középkorban megkóstolták a vizeletet az orvosok, és ha az édesnek találták nagy mennyiségű vizelet mellett, akkor azt édes vizeletnek vagy diabetes mellitusnak nevezték. A diabetes insipidus, ami ugye egy hormon, tehát az antidiuretikus hormon hiányát jelenti, ez egy agyalapi mérgi betegség, vagy azzal összefüggésben elálló betegség, vagy illetve manapság nagyon gyakori a fokozott vízivás mellett, ami ugye csökkenti az antidiuretikus hormon szintet. Tulajdonképpen ezek a vízanyagcsere az annak szintén a krónikus betegségek csoportjára sorolhatóak, és része lesz a cukorbetegségnek, elhízásnak és a magas vérnyomásnak, vagy az anyagcsere szindrómának. Tehát én drámainak tartom, és nagyon fontosnak tartom ezt a cikket, ezt a megbeszélést az Index lapjain, és az eredeti cikket is nagyon fontosnak tartom, hogyha valaki esetleg el tudja olvasni angol nyelven eredetiben, illetve magát az interjúkat el tudják olvasni a szerzőkkel, akkor érdemes nagyon részletesen átnézni ezt a cikket, mert ez precízen, komolyan, pontosan ismerteti azokat a táplálkozást, tudományos összefüggéseket, amit a sivatagban jobban értenek, mint bármilyen egyetemen, európai vagy amerikai egyetemen, ugye a teatériumnak csere nélkül. Ez a lényege tulajdonképpen ennek a cikknek, és ez a fontos összefüggésrendszer, amit szeretnénk mindenképpen a hallgatók elé tárni, hogy itt a diétának nagyon fontos szerepe van az egészség megőrzésében, és tulajdonképpen ez a diéta, ez tulajdonképpen az állati eredetű zsírok fogyasztásával, a fehérjék zsírok fogyasztása szénhidrátmentesen tulajdonképpen teszi lehetővé az egészséges életmódot. Van esetleg kérdés, vagy van esetleg felvetés, amit körbe kéne járnunk? Nézem itt a kérdéseket. Van egy megjegyzés érkezett, hogy ez a téma egy héttel ezelőtti tökéletes kiegészítője, ugye, amikor sajnos eltűntél az éterből, úgyhogy így most már sokkal kerekebbé vált. Honnan tűntem el az éterből? Mármint a... Múlt héten volt egy technikai malűr, hogy hallottak téged, ugye az Orsi és a Kurt Csaba doktor, ők hallottak, én nem hallottam felőled, volt egy kis fennakadás, aztán. Igen. Én ugye a múlt héten azért szerettem volna, hogyha Tóth Csaba doktor és Csiba Orsi beszélnek a fontos kérdésekről, mert ugye a terápiás ugye deutérium csökkentés és a paleolit vagy természetes ketogén diéta,
az egyértelműen egy terápiás megközelítése azoknak az összefüggéseknek, amiket mi itt megnevezünk. Tehát ugye, tehát amennyire mi értjük, a paleolit, tehát az igazi ősember diétája az kb. 15 ppm-mel alacsonyabb volt, deutérium szintet tekintve 10-15 ppm-mel alacsonyabb volt, mind a zsírokat, mind a szénhidrátokat, mind a fehérjéket tekintve, mint a mai emberi. Miért? Mert úgy néz ki, hogy a Föld geológiai korszakait tekintve nagyon jelentős különbség van a hőmérsékletek között, tehát ugye, ha csak a jégkorszakokra és ugye melegebb korszakokra gondolunk, akkor itt látjuk, hogy nagyon jelentős különbség van a deutérium szintek között. Azaz, hogyha az ősemberek mondjuk 40 ezer évvel ezelőtt hidegebb klímában éltek, amikor is nem volt olyan mennyiségű óceáni pára a levegőben, mint manapság, és az nem volt ugye alacsonyabb hőmérsékleten frakciálódott az óceán vize. Bocsánatot kérek, aminek az lett az eredménye, hogy alacsonyabb deutén tartalmú esők estek, kb. 10-15 ppm-mel alacsonyabb deutén tartalmú füvetettek az állatok, ezért a saját zsírjuk és a saját fehérjük és a saját szénhidrátjuk is mind alacsonyabb deutén tartalommal rendelkezett. Ebből eredően azt lehet, vagy azt lehetett látni, hogy, és ezt egy nagyon érdekes cikkben 15 évvel ezelőtt vízzárványok, azt hiszem Új-Zéland szigete fölött vulkánkitörésekkel bezáródott vízmintákat mértek, és azok 10-15 ppm alacsonyabbak voltak, mint a mostani oceáni vízpára. Tehát tulajdonképpen a paleoketogén, amit ugye úgy neveznek, mint paleo vagy természetes ketogén diéta, a jelenkorban és az ókor, vagy a őskorban, vagy annak bizonyos szakaszaiban tulajdonképpen sokkal jelentősebb, tehát sokkal alacsonyabb deutérium szinten rendelkezett. Tehát itt nem csak a... És a cikk nagyon érdekes, mert ugye alapvetően a cikk azt hangsúlyozza, hogy itt valójában ez a fajta táplálkozás, ez a hús-zsír eredetű, vagy hús-zsír többségű táplálkozás, ez tulajdonképpen az ősidőktől folytatódott egészen napjainkig, vagy folytatódik napjainkig, olyan például Kenya északi területén, vagy Szomáliában, ahol ez az őslakosság, ez egészségét, vigilitását, tehát ugye, ismereteit, energia, mondjuk szintjeit és kapcsolatát a természettel érintettenül hagyta, így tulajdonképpen a betegségektől, vagy betegségektől is mentesek, amiket mi ugye krónikus, vagy társadalmi betegségeknek nevezünk. Igen, egyfajta ugye, tükröt állít tulajdonképpen az olvasó elé ez a cikk, valahol mindenki végig gondolta, vagy végig gondolja, hogyha majd olvassa a cikket, hogy mit is érdemes táplálkoznom, tehát melyik utat szeretném választani. Ugye egészséges akarok maradni, vagy szükségem van mindenféle ilyen pénzköltési eszközökre, hogy gazdagítsam a gyógyszergyárakat, mert ez a igen, tehát ha most arra gondolsz, hogy most ugye a legkülönfébb befektetők, mit tudom én, Karsvab, ez a világfórum, nem tudom, valami, vagy Isten tudja kicsoda, ő fehérje pirulákkal akarja etetni az embereket, mert hogy az a megfelelő táplálék, a tenyészállatokat ugye le akarják ölni, most ugye ez a legújabb amerikai alelnök jelölt, nek volt egy ilyen bejelentése, hogy abban a pillanatban mihelyest ugye Joe Biden mondjuk leteszi az elnöki esküt, ha ő így van, tehát ha ő lesz a győztes, mert azért ez még függőben van értelemszerűen, akkor ugye rögtön a húsfogyasztást csökkenteni fogják. Hát most kérdezem én. Tehát tulajdonképpen tehát ez a mennyiségű hülyeséghez, ami ma folyik a világban, ez tényleg csak politikusok kell.
akik nyilván nem értik az egész összefüggés rendszert, pénzért bármire hajlandóak, és tulajdonképpen van az a pénz, ami miatt vagy amiért, tulajdonképpen ezeket a nagyon fontos összefüggéseket a legfelsőbb döntéshozási mechanizmusokból kihagyják. Én leginkább az USA helyzetet ismerem, hát ott azért elképesztő hülyeség megy a legmagasabb szinteken, táplálkozástudományban is értelemszerűen. Nagyon... Ha megnézed, mert elég megnézni a statisztikákat, ugye sok mindenkiben merülhet fel a kérdés, hogy vajon miért nem egy ilyen magyar dietetikust kérdeznek meg. Én, nekem az első kérdésem az lenne, hogy akkor tessék mondani, mit tetszettek tenni azért, hogy csökkentsük Magyarországon az elhízást, a szív- és vérrendszeri betegségeket, a magas vérnyomás, a daganatos halálozások számát, mert nem tetszenek látni, hogy ez az étrendi ajánlás, amit igazából idehaza forszíroz mindenki, az tulajdonképpen nem működik. Mutasson egy olyan számot, mi alapján működik. És akkor, vagy tehát nem gondolják, hogy változtatni kéne a másik oldalon? Ez... Na, hát ez általában úgy megy, hogy ugye a tudomány vagy a kutatás az államilag finanszírozott, amit nyilván a gyógyszeripar finanszíroz részben, ami azt jelenti, hogy vannak ilyen középszerű, a tényeket nyilván ugye szem elől, vagy tényeket nélkülöző kutatógárda, vagy van egy akadémia, ahol a legkülönbözőbb érdekcsoportok a legkülönbélébb butaságokat emelik társadalmi, mondjuk így táplálkozás tudományi szintre. Parancsolj? Igen, valójában mind szénhidrát evők nem világosodtak még, mert azok csinálnak akkora butaságot, akik ugye nem tudnak valami miatt tisztán, logikusan átlátni. Hát vagy adatokkal. Vagy érzélek, nyilván ez a másik oldal. Mi adatokkal dolgozunk? Tehát ha egy városba költözött etióp populáció, aki elkezdi enni a nyugati szemetet, zsírmentes, cukorral teletolt, addiktív ganét, az effektíve a saját életminőségét rontva rövidíti a saját életét, míg a városkapun kívül élő beduin őslakosság, akiből tulajdonképpen ők származnak, tovább élik boldogan az életüket. Én is ezt szeretném, vagy ezt igyekszem megtenni azzal, hogy nyilván ketogén vagy ketózis formájában táplálkozom, illetve ahhoz egy ilyen életmódot folytatok, ismerve ezeket az összefüggéseket. És ezek adatok, tehát itt azért nehéz vitatkozni, mert véleményekkel mondjuk nem érdemes. Tehát nyilván mindenkinek megvan a véleménye, nagyon sok mindenről. Nem véleményvaló vitatkozás, hanem valójában a statisztikai adatokat. Igen. Oda lehet jutni, tessék megmondani, hogy akkor miben segít az ön által javallott terápiás, vagy bármiféle étrend, mert nem látom a számokban. Magyarországon 2002 óta megduplázódott az egyes típusú kezelést igénylő, klinikai ellátást igénylő cukorbetegek száma. Az elhízottak szerintem meg háromszorozódtak, és szerintem nagyon sok lett az egyéb olyan már fiatal korban kezdődő betegség, rákra gondolok, elhízásra, és ugye most... Még ami kiegészíti ezt a beszélgetést, hogy most ugye a Kalifornia Egyetemről most volt hétfőn éppen egy hosszú megbeszélés kollégákkal, akik most már ugye azt vizsgálják, vagy azt szeretnék megvizsgálni, hogy miért van az, hogy ugye Los Angeles környéken, ahol van egy viszonylag nagy latino, tehát dél-amerikai eredetű, vagy mexikai eredetű lakosság, akik sokáig szoktatnak, tehát 2 éves korukig szoktatják általában a gyerkőcöket, és 2 éves korra ezek a gyerekek, úgyhogy nyilván esznek szemetet is, meg ugye anyatejet is fogyasztanak, már 1 éves koruk után lehet látni az egyes, kettes típusú cukorbetegségre jellemző tüneteket. Azaz 2 éves gyerekeket már túlsúlyjal kezelünk, vagy kezelnek a kollégák, Los Angelesben, és ugye most próbálják a tej
minőségét vagy a tej összetételét elemezni abból a szempontból, hogy ugye a különféle nyugati szemetet evő anyák, akik ugye eszik ezt a deutériumban dús, ugye cukros szemetet, hogy mondod? Ezeket a cukros finomságokat. Igen, ezeket a cukros finomságokat. Tehát az ő anyatejük úgy néz ki, hogy már az anyatej is tartalmazza azt a deutériumban gazdag kémiai szubsztrát környezetet, amitől a szerencsétlen gyerkőc tulajdonképpen ugyanolyan beteg lesz, mint az az állat, amit az anya megevett, meg az a tej, amit a sajnos elhízott cukorbeteg anyától ugye kap a gyerkőc. Tehát itt tulajdonképpen egy ilyen dominószerű parancsolj. Csak azt akartam hozzátenni, hogy a Béki tanár úrnak van egy jó mondás, ő szokta emlegetni a műsorban, hogy azzal leszel, amit teszel. Tehát, hogyha ilyen cukros, deutériummal dúsított finomságokat tol magába az ember, akkor ne csodálkozzon, hogy betolja magába tulajdonképpen az elefántot, aztán az belülről minden tönkre tesz. Képletesen szólva. Én ezt egy picit kiszoktam egészíteni, mert ugye nem biztos, hogy csak azzal leszünk, amit megeszünk, hanem az is fontos, hogy amit megeszünk, azt ugye hogyan bontjuk le, hogyan bontja le a szervezet. Illetve, ami nagyon fontos még, ne felejtsd szabad, hogy nem csak azok, akik ezt fogyasztják, hanem azok sajnos a gyerekek, akik ilyen anyatejet kapnak, azok is betegek lesznek. Tehát ez nem áll meg sajnos ott, ahol ugye, tehát ez nem áll meg azzal, hogy szegény beduinok beköltöznek a városba, aztán 3-4 év után szerintem még súlyosabb anyagcserebetegségekkel próbálnak orvoshoz fordulni, mert szerintem ők nem ismerik ezeket a betegségeket. Tehát addig, amíg ők a sivatagban élnek, addig egy egészen más betegségcsoportnak vannak kitéve, ezek általában fertőző betegségek, de alacsony deutérium környezetben év milliókon át ezek a őslakosok tulajdonképpen nagyon jól elboldogultak, nagyon jól megvoltak, saját ugye életterüket tekintve, jött az urbanizáció, jött az olajkitermelés, jött a pénz, jött a nyugati kaja, jön a szemét, és nem csak a sajnos az őslakosok, hanem a gyerekeik is, tehát akiket szoptatnak, azok is ugye sajnos ugyanolyan betegek lesznek. Tehát most Kaliforniában, tehát mi most a Kalifornia Egyetemen, tehát kifejezetten egy ilyen kutatási projektben konzultálunk kollégákkal, hogy hogyan tudnánk az anya, ugye, tehát a vizsgált anyák vér és egyéb paramétereiből tej, minőségből, tejdeutin tartalmából, természetes izotóp variációkból, ezeket nagyon szépen ki fogjuk tudni deríteni. Tehát így van, tehát ez ahogy és amilyen formán ebben a cikkben, mint ahogy említetted, tükörképpen, tükör formájában össze lehet hasonlítani az őslakosokat a városba költözött lakosokkal, és látod azt, hogy milyen hihetetlen minőségű életminőségromlás, milyen hihetetlen mennyiségű betegség halmozottan jelentkezik azokban a népességben, vagy népcsoportokban, amelyek tulajdonképpen ugyanannak a nemzetnek része, csak ezt ugye ezt a nyugati szemetet eszik. Igen. Közben jól láttam, érkezett kérdés. Tudható-e, hogy a bélflóra deutériummal meddig mehetünk el a deutérium csökkentéssel, hogy a flóránk is egészséges maradjon? Igen, ez egy nagyon jó kérdés. A bélflóra az tulajdonképpen kiszűri a deutériumot, mégpedig úgy, hogy pici pumpákat használ, ugyanúgy, mint a mitokondriumok, csak nem energiatermés, hanem energiafelhasználás mellett protonokat pumpálnak ki, ez igaz a baktériumokra, élesztőgombákra. Tehát tulajdonképpen még alacsony vagy alacsonyabb deutérium tartalom mellett is tulajdonképpen ők össze tudják gyűjteni maguknak a deutériumot, ugye, aki keres, azt talál. Tulajdonképpen a bélbaktériumoknak a végső deutérium
mondjuk így deutérium szűrés, vagy deutérium gyűjtést mondjuk a leginkább lehetségessé tevő anyagcsere termék, hogy ez a mannitol, ugye ez egy cukor, ez egy cukorszármazék, ami nem szívódik föl a béltraktusba, és ezáltal ennek a cukornak az elkészítése, ezt egyébként a pentősziklusban tudják előállítani baktériumok ezt a cukrot, ami nem szívódik föl, tehát ez egy nagyon lassan felszívódó cukor, tulajdonképpen ennek a cukornak az előállításával tudnak nagy mennyiségű, többek között nagy mennyiségű deutériumot visszatartani, az mert tudjuk, hogy tejsavból is deutériumot gyűjtenek a bélflóra baktériumai, tehát tulajdonképpen ezeket az összefüggéseket vizsgálva szerintem egy olyan 90-80 ppm-ig le lehet menni deutérium tartalomban, táplálék deutérium tartalmat tekintve. Szerintem a földtörténet bizonyos időszakaiban, főleg a jégkorszakokban szerintem ez lehetett a normális légköri vagy környezeti deutérium szint, tehát mindenképpen 120 ppm alatt lehetett, főleg akkor, hogyha mondjuk így a jégkorszak mélypontjait nézzük, tehát a leghidegebb időszakokat. Tehát a lényeg az, hogy mi egy viszonylag széles deutérium tartalomhoz tudunk adaptálódni, ez szerintem 150 és 120 ppm között van, ha a környezeti deutérium szintet nézzük. Sajnos napjainkban ezt most már túlhaladtuk, tehát 155 ppm az óceánok vízének a deutérium tartalma, és az azokból keletkező vízpárának a deutérium tartalma is magas az óceáni hőmérsékletek, vízhőmérsékletek miatt, és ebből eredően szerintem ez a 120 ppm-es tartalmány táplálékban és vízfogyasztás tekintetében szerintem ez nevezhető mondjuk egy biológiailag elfogadható tartalmánynak. Itt említjük egyébként ugye a mangalicát, hogy ez mennyire tényleg kiváló, ezt csak alátámasztani tudjuk. Mangalica húsok, ugye széles igen, hát ugye a mangalica hús meg tepertő, ugye, amit te is szoktál hozni a újpesti piacról, annak az ízén is, a kontextusán sem, minőségén is lehet érezni azt a csodálatos zsír tartalmat, összetételt, és megfelelő táplálkozás szempontból mindenképpen megfelelő deutérium tartalmat, ami hát ezt nagyon ízletessé teszi. Van majd egy nagyon-nagyon jó kérdés, de azt hagyom talán legutoljára, itt ezt a Kós Zoltán tette fel. Van egy ilyen érdeklődés, ha röviden tudsz erre esetleg válaszolni, hogy mekkora különbség van a házi, de gabonán hízlalt állat és legeltetett állat zsírja és húsa között. Igen, tehát itt megint attól függ, hogy milyen gabonáról beszélünk, illetve milyen arányban fogyasztanak gabonát, vagy esetleg kukoricát ezek az állatok. A mi méréseink szerint, tehát mi azért itt mértünk elég sokat, az a vaj, amit mi legeltetett mondjuk állatokból vajként és vajzsírként szerzünk be, ez kb. Olyan 110-112 ppm körül van. Ugyanez, hogyha ugye, különféle mondjuk magos takarmánnyal és kiegészítőkkel táplált állatokból szerezzük be, akkor ezek olyan 130 ppm körül is lehetnek. Tehát tulajdonképpen itt az eltérés rendkívül nagy abból a szempontból, hogy milyen eredetű, milyen mennyiségű mondjuk takarmányt visznek be szemes takarmány formájában az állatoknak. Ez azért is fontos, mert ugye ha Mester Kalcsit megkérdezzük, akkor ő elmondja azt, hogy az állatok is betegek. Tehát ez nem az emberiség, és nem csak az emberiség mondjuk problémája ilyen formán, hanem sajnos a nagyüzemi körülmények között tartott és hizlalt és szaporított állatok problémája, és ez a életminőség kérdés, mert mondjuk azok az állatok nem élnek
olyan hosszan, hogy mondjuk ezek a betegségek mondjuk láthatóak legyenek, vagy hosszú távon ugye ezektől szenvedjenek, mivel viszonylag korán vágják ezeket az állatokat, illetve hízlalják nagyon gyorsan ezeket az állatokat, ami szintén deutérium függő folyamat. De így van, tehát a lényeg az, hogy itt egy nagyon jelentős deutérium különbség van a természetes életkörülmények között tartott állatok, vagy pedig a különféle szemes takarmányok, vagy takarmányok formájában bevitt deutérium szint magas. Na most erre egy példát mondanék, a kukorica corn syrup, tehát a kukorica magas fruktóztartalmú kukorica szirup, annak a deutérium tartalma 160 ppm körülbelül. Tehát még az óceán vizét is túl tudják lőni ezekkel az ipari eljárásokkal, tehát itt nagyon észen kell lenni, hogy ki miben harap bele. Nem mindenkinek kell észre lennie, mert akkor nem lenne bevételes, sok mindenkinek nem lenne szüksége ennyi orvosra, maradjanak olyanok, akiket lehet majd kezelni. Meg gyógyszerre. Így van, bedülne akkor nagyon sok minden, nem? Igen. Csak tényleg röviden, mert tartottam azt a kérdést utoljára, hogy itt a hús beszerzési forrásokkal kapcsolatban kommentben már valaki válaszolt, hogy hol lehet egy húst szerezni. Nyáshús belsőség, evés különbsége, főtt változat között, és az ősember is gyakran esett evett nyáshúsokat, belsőségeket. Itt ez a kérdés, hogy van-e. Igen, tehát én azt hiszem, hogy itt egy picit igazítani kell, vagy egy kicsit talán történészekkel, vagy antropológusokkal érdemes lenne megvitatni ezt a kérdést, ugyanis tehát itt az emberi faj szerintem az ősközösségi társadalmakat tekintve valahol a tápláléklánc alján helyezkedett el, főleg akkor, amikor a legkülönfélébb, amikor még fegyverrel vagy fegyverekkel nem vadásztak, hanem tulajdonképpen élősködő, vagy ugye a scavenging, tehát mondjuk így hulladék vagy maradvány evő életformát folytattak. Miért? Tulajdonképpen a ragadozó állatok egyik nagyon sajátos tulajdonsága az, hogy ugye ők először a belsőségeket fogyasztják, ugye ez az oroszlánoknak a kis finom faratja, utána a hím oroszlán ugye el tudja törni a zebrának, mondjuk teszem azt a femúrcsontját, tehát ki tudják enni a gát, tájékot, ki tudják enni a mondjuk nagyobb mondjuk húsokat, vagy húsdarabokat, de tulajdonképpen a bélszín, a hátszín, az tulajdonképpen megmarad a sekkesejüknek, meg a hiénáknak, és utána ugye jönnek a rágcsálók, amelyek még úgymond jobban hozzáférnek a maradványhoz. Tehát valamikor szerintem az ősközösségi társadalmakban ott ami nagy mennyiségben rendelkezésre állt a visszamaradt tetemek után, az tulajdonképpen a velő volt. Addig, amíg mondjuk nem tudtak csapdába ejteni állatokat, levadászni állatokat, és ugye elfogyasztani állatokat egy az egybe, amely nem volt könnyű. Miért? Mert ha megnézzük, hogy ugye hogy megy mondjuk jelenleg Afrikában mondjuk a zebra vadászat, az úgy néz ki, hogy az oroszlánok elkezdenek mondjuk így a zebra után rohanni, a nőstény oroszlánok, azok leterítik a zebrát, és rögtön megjelennek a hiénák, akiket ugye a hím állat zavarászik el, és rögtön a következő sorban ott vannak a keselyük, és ott vannak a rágcsálók. Tehát itt azért nem volt könnyű táplálékhoz jutni az ősembernek, még akkor sem, hogyha mondjuk fegyverekkel rendelkezett, mert ugye azért ott voltak az oroszlánok, ott voltak a hiénák, ott voltak a ragadozók, ott voltak a keselyük, ott voltak a sok éhes szájat kellett akkor is ugye az állatvilágban jól lakva tartani, ami azt jelenti, hogy ők folyamatosan azt nézik ki, hogy kinek milyen prédát sikerül elejteni. Na most így van, tehát miután fegyverekkel el tudták látni magukat mondjuk az emberek, és
ezt nem tudom, hogy az időben hova esik pontosan, tehát milyen eszközökkel tudtak maguknak élelmet szerezni, vagy vadat elejteni. A lényeg az, hogy itt esetleg mondjuk másfél-két millió évvel ezelőtt el tudom képzelni, hogy átalakult a táplálkozás a zsírról belülről, és a hátra maradt állati maradványok helyett el tudtak ejteni nagy testű növényevő állatokat is, amelyeket mondjuk így kikészítettek maguknak táplálék formában. Most ez azért egy picit nehezen lenne érthető, vagy antropológiai értelemben érdemes lenne ezt megbeszélni kollégákkal, mert azt tudjuk, hogy 400 ezer évvel ezelőtt, tehát körülbelül fél millió évvel ezelőtt, akkor még csöves csontokat, bőrt visszahúzva a csöves csontokra készítettek, tehát konzerváltak ősemberek maguknak, tehát akkor is velőtettek. Tehát ha körülbelül 9 hétig tudtak így velőt konzerválni maguknak, hogy magára a csöves csontokra, amit találtak, vagy elejtett állatok csöves csontjaira, visszavarták a bőrt, és ugye ezt tárolták maguknak. Tehát ezt onnan tudjuk, hogy sivatagi barlangi lelőhelyekről olyan csontmaradványokat bányáztak elő, találtak, amelyekre vissza volt varva a bőrt. Tehát az ősember tulajdonképpen konzerválta a csontvelőt. Tehát valószínű, a csontvelő volt a legmegbízhatóbb és a legmaradandóbb táplálékforrás számukra. Azt tudjuk, hogy a hús az magas fehérje tartalma és magas deutén tartalma miatt, tehát a hús most a zsírmentes, mondjuk alacsony zsírtartalmú húsra gondoljunk, az viszonylag hamar megromlik, meg ugye belepetézik a légy, meg a legkülönfélébb ugye dolgok történnek vele, ami nem romlik, tehát ami csak avasodik, és amiben nem tud sem baktérium, sem pedig élesztőgömbbe szaporodni, az tulajdonképpen a zsír. Tehát a leghosszabb ideig megtartható, alacsony deutén tartalmú szén és hidrogén forrás, az tulajdonképpen az alacsony deutén tartalmú zsír, annak az alacsony deutén tartalma miatt a prokarióták nem tudják, tehát nem képesek ezekben szaporodni, tehát tulajdonképpen ez volt a legbiztonságosabb hűtőszekrény nélkül tartható, vagy konzerválható állati maradvány, amit tudjuk, hogy az ősemberek fogyasztottak. Na most igen, tehát az kétségtelen, hogy mondjuk volt, vagy vannak olyan ismeretek, hogy esetleg elejtett állatoktól tudott az ember később fegyverekkel, vagy fegyverek segítségével húst és egyéb belsőségeket mondjuk szerezni, hogy ez mennyire volt széleskörű, mennyire volt elterjedt, és mennyire volt használható, vagy alkalmazható, ezt nem tudom megmondani, tehát én ezt így nem tudom megítélni. Az kétségtelen, hogy vannak olyan afrikai törzsek, amelyek szaladnak napokig, hogy egy elejtett állat, mondjuk állatmaradványhoz jussanak, amit mondjuk épp akkor ejtettek el az oroszlánok, teszem azt, utána azt becipelik el, szedik az oroszlánoktól a fegyverek segítségével, de szerintem ez a vadászati módszer, ez elég bizonytalan. Köszönöm szépen. És akkor az említett kérdés, hogy lehet az ember spirituális fejlődését fenntartani úgy, hogy a táplálkozás miatt kénytelen állatokat ölni. Sokan nem tudják elfogadni az ölést, és vegetáriánusok lesznek. Olyan a jövőben lesz rá mód, hogy egészséges húsokat, fehérjét, zsírt állítsunk elő úgy, hogy ne élő állatokból származzanak? Aha, igen, ez egy nagyon jó kérdés. Tulajdonképpen az élő állatok lemészállás, ez nem az ember tulajdonsága, ez a ragadozó állatok, ezek mind egy olyan életformát. Akarsz valamit mondani? Csak valójában idézni szeretnék egyet. Igen, parancsolj. Ugye az első így hangzott, ki lehet találni, hogy honnan idézek, hogy néktek adok minden makkozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelyen makkozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. A második pedig így hangzott.
Minden mozgó állat, amely él, legyen nektek eledelül, amint a zöld fűvet nektek adtam, mindazokat, csak a húst az ő elevenítő vérével meg ne egyétek. Igen, az első rész az a Teremtés könyvéből van, a második rész az is teremtés? Teremtés, igen, az is. És ez az hanyadik, hanyadik rész? Kilencedik rész. Kilencedik rész. Az már az özönvíz után van, vagy előtte? Amikor rájött az úr, hogy a növényeket majd előre látott, hogy glifozáttal mindenféle dolgokat tönkre fogják tenni, aztán egy kicsi húsit adjunk az embereknek, majd igen, igen. Özönvíz után. Azért kell újra fordítani az ókori szövegeket, mert ugye az, hogy eledelül vagy élelemül szánod, az két különféle tartalmat jelent. Tehát így van, tehát lehet valami úgymond táplálék vagy élelmiszeripari alapanyag, ami nem azt jelenti, hogy azt teszed meg, hanem az arra épülő bioszférának vagy egy szerves része, és abból táplálkozol. Tehát itt így van, tehát nagyon fontos idézetek ezek. Az Ószövetség így van utal mind a növényevésre, gyümölcsevésre, húsevésre, gyümölcsevésre most nem akarok beszélni, a lényeg az, hogy visszatérve így van a vegetariánus életmódra vagy életformára, a magoknak van magas, vagy lehet magas zeolitin tartalma, ami azt jelenti, vagy lehet alacsony zeolitin tartalma, tehát lehet magas zsír vagy olajtartalma, ami ugye valójában még talán mérgektől, vagy növényi mérgektől mentes lehet. Azért óvakodjunk a növényi táplálékokról, mert ott azért egy nagyon fontos összefüggésrendszer ismert a különféle növényi mérgek és azoknak a bélkárosító hatásairól. Tehát a lényeg az, hogy tulajdonképpen nem az ember találmánya, vagy ez nem egy emberi, vagy csak és kizárólag az emberre jellemző tulajdonság, hogy haszonállatokat le, vagy állatokat fogyaszt. Ez tulajdonképpen a biológiai rendszerekben mindenhol így folyik. Tehát élő lényt fogyasztanak többségükben az állatok. Ha a növényevők ugye élő növényeket fogyasszanak megfelelő bélrendszerrel, hogy meg is tudják azt emészteni, és az állatok pedig, főleg a ragadozó állatok, vagy a vegyes táplálkozású, tehát mindenevők, ha ugye mi is azok vagyunk, ők mind növényeket, mind állatokat fogyasszanak, egyébként ragadozók is fogyasztanak növényeket, nagyon keveset. Inkább gyógy célból, vagy gyógyászati célból, tehát szabadon meg tudják mondani, ha van benne valami hatalom, amire szükségük van. És érdekes módon vannak haszonállatok, amelyek nem annyira, még azt is mondanám, nem annyira tenyésztés eredménye, hanem inkább teremtés eredménye. Tehát ha megnézed Jobb könyvét, ott le van írva, hogy a teremtő, hogy teremtette meg a vízi szörnyet, vagy a vízi bivajt, ha úgy veszi. Tehát ott azért anatómiailag elég jól le van írva, hogy néz ki ez az állat, vagy házsiasítva van. Tehát odáig megy a Biblia, tehát az Ószövetség, hogy ugye Jobb könyvében leírja azt, hogy gyerekek mondjuk ugrándoznak ennek a háziasított szörnynek a hátán, aminek a húsával, zsírjával kereskednek. Tehát, ezt hagyjuk. Tessék. Ez nagyon mély téma, rengeteg utalás van ebben, ne jöjjük le előre a poénokat. Igen, tehát itt tulajdonképpen az ókori szövegekben nagyon sok olyan meglátás van, amit át lehet ültetni jelenkorunk probléma. Ez egy nagyon fontos probléma egyébként, ez a vegetáriánus életforma. Én azért, én ha egy vegetáriánussal találkozom, én ugye az első kérdés, én ugye a növényi hormonok, tehát ezek inkább ilyen genisztein, ilyen ösztrogén típusú hormonok miatt, először megszoktam mondjuk így fizikálisan tekinteni, vagy legalábbis addig, amíg mondjuk ez mondjuk az én feladatkorom volt, hát én most már alapjából a tudománnyal, tehát oktatással, kutatással foglalkozom, de hát ugye ott vannak olyan hormonális eltérések, tehát ha megnézed, mondjuk elmész Fülöp-szigetekre, ahol nagyon sok növényi
táplálékot és rizst fogyasszanak, ott minden férfinak van melle. Tehát ezek nagyon érdekes összevés. Ha megnézed ma, kimész a strandra. Lehet őket így tapogatni. Így van, tehát azt látod az, hogy ez a táplálkozás, ez a zsírmentes, főleg fehérje, dús, szénhidrát táplálkozás, ez az embereknek tulajdonképpen a morfológiáját, a fenotípusát megváltoztatja, tönkreteszi. Tehát inkább, hogy mondjam, szemmel láthatóan olyan fenotípus látsz, amit korábban nem láttunk ilyen gyakran. Tehát én nem vagyok mondjuk így a vegetáriánus életforma ellen, annak ellenére, hogy én ezt nem javaslom senkinek, és én magam sem fogyasztom, vagy nem fogyasztanám. Ha valaki ehhez tud alkalmazkodni, és valaki úgy gondolja, hogy ez jobb, és mondjuk nem túl érzékeny azzal kapcsolatban, hogy milyen életminőséget jelent, vagy milyen fenotípust jelent ez így önmagában, meg milyen betegségeket hoz, vagy hordoz magában, mert azért itt vannak nagyon fontos összefüggések, amiknek most nem akarok a részleteibe belemenni, de a lényeg az, hogy így van, tehát ahhoz, hogy mi egészségesen táplálkozzunk, ehhez a táplálékunknak a deutén tartalmát kell ismerni. Ha elő tud állítani az ipar, az élelmiszeripar alacsony deutén tartalmú termékeket, amelyek úgymond abból a célból kerülnek az asztalra, hogy táplálékként szolgáljanak, ám bár legyen úgy, de ugye itt a probléma, a nehézség az az, hogy alacsony deutérium szint az tulajdonképpen nem annyira a növekedés szolgálja, mint inkább a mondjuk differenciálódást, azaz alacsony deutérium szintek, vagy öntözés, vagy műtrágya, vagy egyéb módszerek, vagy GMO módszerek nélkül tulajdonképpen nincs olyan hozam. Tehát ez itt valahogy itt összhangba kell hozni a hozam, a populáció, a fogyasztás kérdéseit, hogy ezt valahogy összhangba lehessen hozni. Szerintem, ami a mondjuk számomra, ami leginkább működik, az az, hogy mondjuk iszok reggel egy teát ebből a kis teaörleményből, mondom, tehát nekem nincs természetes ketogén diétára szükségem, tehát én fogyasztok valamennyi növényt vagy növényi származékokat egy tea formájában, mondjuk teszem azt, abból a finom fűkeverékből, amit Béke Laci bácsi meg te összeállítottatok nekem. Tehát a lényeg az, hogy meg ugye bedaláltatok, tehát a lényeg az, hogy ennyi nekem elég 2 deciliter vízzel, és akkor most este fogok enni szerintem valami zsíros steak-szerűséget, egy nap egyszer eszem, egy nap egyszer iszom, és ez nekem kiválóan szolgálja az egész napi funkcióimat. Tehát nem kell állandóan enni, nem kell állandóan inni, a szervezetünket is meg kell hagyni mondjuk olyan formán, hogy saját maga ki tudja választani, és amire mondjuk így megéhezik az ember, mondjuk így estére azt megegye, de ez a reggeli ketózist, amiben felébred egy ember, ugye ez az alvás lényeg, hogy átoljon minket egy ketózisba, ezt nem szabad rögtön szétbombázni ilyen cukros, kakaós, a jó Isten tudja milyen lekváros, kenyeres szeméttel, hanem nyilván mondjuk ketózisban ered az, aki mondjuk a nap további részére éhezik. És ez az éhezés, ezt nem kell szó szerint venni, mert ugye valaki, aki napjában egyszer eszik, az azért nem és az megfelelő táplálék, mint az én esetemben is. Én nem vagyok sem éhes, sem jól lakva, de rendkívül jól érzem magam, mondjuk így ilyen formán a bőrömbe. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket az összefüggéseket nagyon fontos lenne megbeszélni. Ez egy kiváló kérdés volt egyébként. Ha alacsony deutérium szinttel ezeket összhangba tudnánk hozni, ezeket a táplálékokat, akkor szerintem ezek mind jók lennének, és akkor nem kéne állatot sem emelni ehhez, de mondom, a haszonállatok tulajdonképpen ezért vannak. Tulajdonképpen a marháknak is van egy olyan érdekes tulajdonsága, hogy ezek is legelnek, ezek legelő állatok, ezek tulajdonképpen az emberi védelem nélkül tulajdonképpen nem élnének sokáig, mert azért ugye ezek a marhák
meg ezek a lassú mozgású, nagy testű állatok, ugye ezeknek meg kell mondjuk lenni a saját, mondjuk így védelmükre, meg kell lenni egy olyan emberi környezetnek, ahol ezeket tenyésztik. Nyilvánvalóan ugye itt a hosszú együttélés, hosszú háziasítás és a hosszú tulajdonság, mondjuk kiválasztás, természetes vagy mesterséges kiválasztás formájában itt azért nagyon jól körbe lehet járni, mire van lehetőségünk, meg ezek az állatok mi cél szolgálnak. Tehát én nem akarok vitatkozni nyilván a kedves kérdezővel. Valójában ugye egy állatot megölni az egy nagyon szégyenletes dolog, ezért nem szeretem a vadászokat. Azt mondjuk meglehetősen mondjuk így én bűnözésnek tartom azt, amikor mondjuk valaki puskával a vadon elkezd lövöldözni, és az állatoknak semmilyen esélyt nem ad arra, hogy esetleg lássák magát a vadászt, tehát ugye ezt nem tartom sportnak. Viszont a haszonállatok, amelyek direkt és kifejezetten arra a célra legelnek és fogyasztanak és fogyasztják azt, amit, hogy egy mondjuk haszonállat formájában egyfajta emberi mondjuk együttélés vagy egyfajta fauna részét képezzék, mivel ez a biológiai tulajdonképpen világ vagy a biológiai összönök táplálkozás egyik legfontosabb eleme az, hogy minden élő egy élőt fogyaszt el, kivéve a növényeket, amelyek ugye a széndioxidból, a talajvízből és a napfényből állítják el a saját szerves anyagukat. Tulajdonképpen ez az ördöklés, sajnálatos módon ez mindenhol jelen van a biológiában. Az emberek, az emberi társadalmakban is sajnálatos módon ez ugye nem csak állatokat, hanem sajnos az ember saját magát is reményszárolja időnként, gondoljunk csak a háborúkra. Hát itt nagyon nehéz igazságot tenni. Én úgy gondolom, hogy itt valahol a középút az adeutin tartalom tekintetében lenne mérvadó. Tehát érdemes lenne adeutin tartalmak mentén elindulni, és akkor úgy kialakítani egy közös véleményt azzal kapcsolatban, hogy legyenek haszonállatok vagy ne. Nyilván ezekre szükség van, ezt nem fogjuk tudni kikerülni, tehát a teremtés elveit nem fogjuk tudni kikerülni, mint amit fel is olvastál a Szövetségből, úgyhogy de ott ilyen tartalom mentén szerintem nem oldható. Köszönöm szépen, köszönjük a nézőknek, hogy velünk voltak, és mit tartottak. Igen. Ha lesz még kérdés, akkor azt valószínűleg megkapjuk levélben, vagy üzenetek formájában, én is akkor köszönöm szépen a mai beszélgetést, és akkor mindenkinek kellemes estét kívánok. Igen.